Ebben a spontán beszélgetésben az élő Isten segítségét kérjük ahhoz, hogy megelevenítsen bennünket, és segítsen nekünk megérteni, hogy mit is jelent ez a kijelentése Pálnak, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Mert úgy gondoljuk, hogy aki ezt nem érti meg, hogy mit takar az a kijelentés, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít, hogy igazából azt sem tudja megérteni, hogy mire hívta őt el az Úristen, az egek és a földek teremtője. És aki nem érti meg, hogy mire hívta őt el, mire kapott ő meghívót az Úristentől, a Krisztus kezéből, nyilván nem is tudja nagyon megtapasztalni. Nem tud részt venni a mennyegző, nem tud elmenni a mennyegzőre, mert nem érti, hogy hova lett ő, vagyis hova a hivatalos ő. Melyik az a mennyegző, amelyre ő hivatalos. Tehát itt a kedves utitársammal megpróbáljuk teljesen spontánul az Úristen segítségével kifejteni ezt a kijelentést, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Mi ennek a jelentése? És nyilván megpróbáljuk ezt hétköznapi történetekkel, bizonságokkal, valamint az írással, a Bibliával alátámasztani ezt a kijelentést és a hozzáfűződő megértéseket. Annak érdekében, hogy aki tényleg őszintén meg szeretné érteni Isten országát és az oda vezető utat, tudja megérteni, váljon teljesebbé a hitében, a bizalmában, az igazság szeretetében, és tudjon bátrabban lépkedni, és tudja megmutatni ő is embertársainak, hogy figyelj meg, apukám, van egy út, nem olyan túltágos, de nagyon, nagyon szép, dicsőséges. Lehet benne megkínosztatás is, üldöztetés, megvetés, meg minden, de még úgy is dicsőséges, még úgy is szép, még úgy is érdemes elindulni és megmaradni rajtam. Levike, mit jelent, hogy a betű megöl és a lélek megelevenít? Mi ennek a jelentése? Hát, én ahogy az életemben tapasztaltam, az, hogy nem elég csak ismerni az igazságot többféle nyelven, akár keresni a legmegfelelőbb szavakot, hogy tudjam a legjobban az igazságot. Mert nem elég csak szavakkal szeretni, hanem valósággal, tettekkel kell azt. Persze, és ez már része nem is ugye az írásnak, a szentírásnak, amit most nem mondasz. Nem kell végül is, hanem erre indít a lélek, hogy a krisztusi kegyelem és igazság, ahogy írja, hogy tele volt kegyelemmel és igazsággal, az cselekvő, az kívánja az embereknek a jelenlétét, hogy embereknek világosságot mutasson személyesen, elsősorban. Viszont, hogyha csak a könyvhöz ragaszkodok, az íráshoz, azt írja az ige, ami sose fog elmúlni, hogy megöl. A szent lelket, a megelevenítő lelket bedobozolja, lebilincseli a betű. Nem hagyja, hogy életre keltsen bennünket, hogy megtapasztaljuk az örömteli szolgálatnak a
a gyümölcseit, de még a megbotlást is, a botlásokat, a hibákat, hogy a régi ember próbálkozása, hogy mennyire van megfeszítve a cselekedetek által. Mindenféleképpen. Hirtelen nekem eszembe jutott az, hogy régebbi beszélgettünk, és voltak ilyen élőadásaink is, meg ilyen felvételek, amiket feltettem később az internetre. És bizonyos dolgokat úgy, mint aki hát még nem voltál teljesen, hogy mondjam, nem ismerted annyira az írás, mint most, ahogy ismered. És bizonyos dolgokat hát nem úgy fejezték ki, mint ahogy az úgy tökéletes lett volna. És persze az én agyam, ugye a szürkállományom azt mondja, ezt észrevette. És utána a lélek szólt, hogy hallgass, a lényeget figyeld, mit akar mondani. Arra figyelj, mit akar mondani. És szépen befogtam a számot, és tényleg úgy éreztem, hogy türelmesen végig kell hallgassam, mit akarsz mondani. Mi van mögötte, mi van a szavak mögött, mi van a nem épp a legpontosabb és a legékesebb szavak mögött. Ez csak egy egyszerű történet, ugye? És ez persze ezen mindannyian keresztül mentünk, keresztül megyünk folyamatosan. Valamikor beszélek újszülöttekkel, akik a szemeink láttára születtek újjá, és figyelem a szavaikat, hogy miket mondanak, hogy hát nem ismerik még annyira az írást, de szeretik, nagyon olvassák, telve vannak lélekkel, lélek által beszélnek. Viszont olyan tartalommal bír az ő beszédük, még úgy is, hogy nem eléggé pontos a kijelentésük, a kifejezésük, hogy úgy érzem, hogy igen, kell szépen hallgassak, hogy még én is inspirálva legyek általa. A másik így eszembe jutott, amikor még Németországban voltál, és akkor tényleg nagyon az elején voltál, tehát akkor nem is ismerted még az Új Szövetséget sem. És mivel, hogy Istenhez fordultál gyermeki alázattal, úgy kezdtek, hogy hozzád bőlmenni a kijelentések, a megértések. És én csak úgy tartottam a számot, szépen halkan csendesen a telefonnak, a vonalnak a túlsó végén. És ugye néha mondtam azt is, hogy hát ez meg van írva, ez le is van írva, meg van írva az Új Szövetségben. És akkora élmény volt a számomra, áldottam az Úristent, hogy az, ami megmondatott, megiratott a proféták által, az apostolok által kimondatott, megmondatott, azt te most kimondott, annélkül, hogy olvasnád. És ez is azt igazolja, annélkül, hogy olvastad volna, bocsánat. És ez is, elnézést, ez is azt igazolja, hogy Isten él, ő egy élő lélek, szent lélek, és halmozott, ugye pupozott kanállal adja az ő táplálékát a mi szívünkbe. Igazából nem tudom, hogy van-e értelme túlságosan sokat beszélni erről a témáról. Úgy gondolom, hogy aki megtapasztalta, megértette, tudja pontosan, hogy mit jelent, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít. Mindannyian megtapasztaltuk, mint ahogy Levike is mondta, hogy amikor huzamosabb ideig sokat olvastuk az írást, ami egyébként igaz, ugye a proféták írásai, az Ószövetség írások, az ő tanúbizonyságaik, az Új Szövetség írások, kicsit azt éreztük, hogy túlságosan alá lettünk rendelve a betűnek olyan értelemben, hogy túlságosan bekeményedtünk, és bár ismertük az igazságot, a legfontosabbat figyelmen kívül hagytuk. Mi a legfontosabb? Az, hogy ha nem lesztek olyanok, mint ezek a gyermekek, nem fogjátok meglátni Isten országát, pont. És így jártunk. Én is megtapasztaltam ezt az írással, és még néha ma is bekeményítek, amikor többet olvasom az írást, többet foglalkozok a betűvel, mint a megéléssel. Érzem azt, hogy bekeményít. De viszont a lélek megelevenít, és mit jelent az, hogy megelevenít? Cselekedetre ösztönöz, serkent, bíztat, menj, indulj és menj. Hirdest szaval, mint hogy a nóta mondja, a gyönyörű szép nóta, érdemes meghallgatni. Indulj és menj, hirdest szaval, népemhez küldelek én, mint egy szép zsoltár.
Igen, a lélek ezt teszi, tehát a betű az szükséges, hogy az elme valamennyire helyreálljon, mert a mi elménk el van balondulva a sok Facebook, a sok YouTube, meg a sok média, a televíziózás után, meg a társadalmi programok után. Tehát szükséges az írás, nagyon fontos. Nap mint nap használjuk mi is. És nem igaz az, amit mondanak rólunk állítottak. Ők szándékosan félreértelmezték, kiforgatták a szavainkat. Neveket nem emlegetünk, mert nem haragszunk rájuk tényleg. Nem akarunk neveket emlegetni. De kiforgatták a szavainkat, és azt állították, hogy szerintünk az írás nem szükséges. Na, mi ilyet nem mondtunk. Mi is belőle táplálkozunk nap, mint nap, drága barátaim. Ez hazugság, tehát. És nem is azt mondom, hogy hazugság, hanem inkább azt mondom, hogy tudatlanság vagy fejindultságból tett kijelentés, nem teljesen jó indulatú kijelentés. Tehát az írást mi is használjuk nap, mint nap, folyamatosan használjuk, olvasgatjuk. Úgy az Ószövetséget, mint az Új Szövetséget, kapunk belőle sok inspirációt, és a megelevenítő lélek, Istennek a lelke bizonságot tesz az írás mellett, a mi szívünkben, a mi elménkben. Viszont arra próbáljuk felhívni a figyelmet, amire Jézus is, hogy ama vigasztaló, a szent lélek, ugye ezt mondja Jézus, van, ahogy mondják, hogy szent szellem, máshol azt, hogy szent lélek, nekem ez jobban tetszik az utóbbi, de ezért én nem fogok senkivel sem vitázni, kötözködni, az ő dolga, aki ugyan emlegeti, úgyis az számít, ami az ő szívében van, és ami az ő veséjében van, ugye. Azt mondja, hogy ama vigasztaló, a szent lélek, ugye a szent Isten, Isten lélek, akit az én nevemben küld az Atya, mondja Jézus. Tehát miután őt megismertük, az ő beszédét megismertük, cselekedjük azt nap, mint nap, akkor a mindenható Isten adja az ő jelenlétét, ugye, a lelket számunkra, és az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe jutatja mindazokat, amiket mondottam néktek, mondta Jézus. Tehát mi mindig erre próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy újjászületés nélkül nem fogja senki sem meglátni Isten országát. Ezt Nikodémus mesternek mondta Jézus, amikor őt megkereste azon az éjjelen, amikor ugye nem merte ő fényes nappal felvállalni, hogy ő hisz Jézusban, hogy ő kíváncsi rá, mert úgy érzi, hogy ő Istentől jött. Azt mondta neki Jézus, hogy drága Nikodémus, akár mekkora tudásod van, akár hány betűt ismersz, akár hány nyelven, nem fogod meglátni Isten országát, amíg újjá nem születsz, víz és lélek által. Aki kíváncsi arra, hogy mi az, hogy víz és lélek által újjá születés, mindenek előtt, mindenek fölött konzultáljon Istennel. Imádkozzon, olvassa a Bibliát, az Új Szövetséget, főképp az evangéliumokat, meg fogja érteni. Nemrégiben egy videó született erről, hogy újjá születni víztől és lélektől, azt is meg lehet tekinteni, meg lehet vizsgálni, de aki nem születik újjá víztől és lélektől, nem fogja meglátni Isten országát. Honnan tudjuk azt, hogy valaki újjá van születve? Az a kérdés. Miből tudjuk, hogy valaki újjá van születve, és az újjászületésnek a folyamata, úgymond, elindult az ő életében? Mire gondolsz, Televike? Hát a gyümölcsökre. Egyértelmű. Ez nem Levike, ez is a Bibliából van. Tehát amit Levike mond, mi nem mindig idézzük a Bibliát, nem mindig betű szerint idézzük, de folyamatosan idézzük. Pál is nem idézte, nem folyton idézte Jézust, hanem ő is ugyanabból a lélekből, ugyanabból a szellemből szólt, Pál is. Tehát nem szó szerint, de mindig ugyanazt mondta, mert ugyanaz a lélek volt benne, amely Jézust feltámasztotta. És Jézus mondta, hogy a gyümölcséről ismerjük meg a fát. Meg arról, hogy mennyi termet volt-e 30, 60, 100 annyi. Emberek szabadultak-e meg a múltjuktól, a bűneiktől, a bűnök következményétől, betegségeiktől. Ilyen történt-e, vagy sem? Ez a kérdés, drága barátaim. Ezt Jézus maga mondta. A talentumok példázatában, a magvető példázatában egyaránt, hogy aki Istenben van, aki az ő barátja, Krisztusnak a barátja, aki az ő követője, ugyanazon jelek követik, mint őt. Emberek megszabadulnak megkötözőségeiktől, hazugságaiktól, bűneiktől.
új életet nyernek, és könnyek között akár, könnyek között sírva adják át az életüket az élő Istennek, Krisztusnak. Ez a gyümölcs. És minden, ami ezelőtt van, és ezen kívül van, az mint filozófia, drága barátaim. Ismerhetjük az írást? Hát a farizeusoknál jobban nem ismert az írást senki. Nikodémusnál az írást senki nem ismerte jobban. Én nem ismerem annyira az írást, mint Nikodémus, vagy mint a farizeusok. Ők jobban ismerik az írást, és a legtöbben mégsem látták meg Isten országát. És a gyümölcs az általában milyen szokott lenni? Ízes. Alig várja az ember, hogy beléharapjon, felüdíti. Megeleveníti. Igen. Az embert. Tehát így van. Jézus is egy olyan gyümölcs volt, ami teljesen megosztotta az embereket. Ahogy írja is, hogy mi Istennek a jó illatú áldozata vagyunk. És akik ezt jó illatként lássák, érzik, azok az örök életre mennek, az örök élet felé mennek, haladnak, akiknek meg nem vagyunk jó illatú áldozatok, jó illatú, Istennek a jó illata, akkor azok a halál fele mennek. És tényleg jó illatok kell legyünk, ízes gyümölcsök kell legyünk ebben a besavanyodott, bekeményedett, szeretetlen világban, nem pedig egy farizeus, egy írástudó, aki megmondja az igazat. Persze az is jó, de elsősorban egy embernek, aki telve van sebekkel, nem arra van szüksége, hogy neki farizeusként a törvényt, a Krisztusnak a törvényeit a fejbe vágja. Ő se ezt csinálta. Ő hirdette az evangéliumot, és gyógyított. Embereket gyógyított, nem számon kérte őket. Nem vádolta, de a vádló nem ő a vádló. Nem ő volt a vádló. Így van. Na és ugye látjuk azt, hogy tényleg a világ tele van, sőt, mi is beleestünk ebbe a hibába, a drága barátaim, hogyha az segít, akkor bevalljuk is, megvalljuk itt nyilvánosan, hogy mi is beleestünk abba a hibába, hogy az írás betűivel valósággal gyilkoltunk, egymás fejéhez haigáltuk, beleestünk ebbe a fertőbe mi is. És ez történik így a többször is a figyelemembe ajánlották, vagy felhívták a figyelmemet arra, hogy bizonyos youtuberek, meg ilyen YouTube csatornának az üzemeltetői, hogy videót készítenek rólam, vagy rólunk, meg a kiáltószóról támadnak. És az igazat megvalva, most én elmondom itten szeretetteljesen, hogy én ezeket a videókat nem néztem meg. De miért nem néztem meg, drága barátaim? Azért, mert az elején, régebb, amikor az egész elkezdődött, úgy megnéztem, én is, megnézegettem, és mentem bele a játszmába, én is elkezdtem a betűköt haigálni visszafelé, szórták rám a betűmet, betűkkel bombáztak, a Bibliával, a Biblia kijelentésével próbálták betörni a fejemet, és én ugyanúgy válaszoltam, tehát belementem abba a játszmába, és arra jöttem rá, hogy ez nem épít, lerombol, lefáraszt, mellesleg nem végzem azt, amivel engemet az Úr Jézus megbízott, amikor én ezt csinálom, amikor kungfuzok valakivel az írásnak a betűivel. És tényleg én teljes szívemből kívánom, hogy mindenki, aki ezt cselekszi, mert ez egy olyan hiba, amiben könnyű beleesni, a tudás felfúvalkodottá tesz, mondja Pál. A szeretet ugye megépít, de viszont azt látszik, hogy ugye nagyon sokszor, nagyon sokan a szent írást, ugye, amiben tényleg élet van, arra használjuk fel, hogy legyilkoljuk egymást vele. Tehát nem azt érezzük, hogy megelevenítjük egymást vele, szeretetteljesen szólunk egymáshoz, az írást is felhasználva, hanem szinte ilyen gyilkolva, egymást lenézve, ilyen pökhendi módon, kevélyen.
szólítjuk meg embertársainkat, kiosszuk embertársainkat nyilvánosan, az interneten, meg mindenhol. A tudás felfuvakodottá teszi az embert, a szeretet viszont épít. És itt a jelenések könyvében nem úgy kell olvasni elsősorban, úgy is lehet, de elsősorban személyre szabottan, mert egy gyülekezet is személyekből áll. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertya tartó között jár. Tudom a te dolgaidat, fáradozásodat, kitartásodat, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket. Kitartó vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál el, de az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Emlékezz vissza azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, különben hamar eljövök ellened, és ha nem térsz meg, kimozdítom gyertyatartódat a helyéből. Tehát tele volt ő irgalommal, kegyelemmel és igazsággal. Kegyelemben benne van a szeretet is. Hogyha az nincsen meg, ahogy mondta Pál apostol, akkor tényleg az igével úgy fogunk menni, mint egy zengő érc. Senkinek sem fog a szívébe hatni, a kemény szívekbe. De a szeretetet párosítva az igazsággal, a kegyelmet párosítva az igazsággal, az tényleg egy illatos parfüm, jó illatú áldozat. Leszünk egy olyan hangszer, ami megszólaltatja az embereknek a szívükben, a legbelsőjükben azt az isteni lelket, ami mélyen ott van. Igen. Azt szeretném még elmondani, hogy valamelyest azt is megértettük a kegyelmes Isten segítségével, hogy hogyan tud ez megtörténni, hogy a betű megöl, és a lélek megelevenít. Én azt tapasztaltam, drága barátaim, saját magamon, és azon embertársaimon, akik belestek ebbe a csapdába, hogy ez úgy tud megtörténni, hogy az ember túl sok időt tölt elzártságban, elzárja magát másoktól, embertársaitól, sok időt tölt a Bibliával, és nem cselekszi meg azt, amit Jézus mondott, hogy aki hallja és cselekszi az én beszédeimet nap mint nap, emberek között, szemtől szembe, drága barátaim. Na, aki ezt nem csinálja meg, az el fog veszni a betű dzsungelében. Elveszik a betű dzsungelében. Én tapasztaltam ezt a saját bőrömön, láttam ezt embertársaimon. És viszont a megelevenítő lelket akkor tapasztaltuk meg mindig leginkább, amikor mi a hétköznapokban elkezdtük cselekedni azt, amit mondott a Mester, a megváltónk. Tehát embereket látogattunk meg, beszélgettünk velük, vigasztaltuk, imádkoztunk értük, imádkoztunk velük, mondtuk az evangéliumot, és teltünk meg lélekkel, a lélek megelevenített. De viszont, ha én például én folyton elbújnék a számítógépen mögé, a laptopon mögé, akkor én nem volna, hogy megelevenedjek, elvesznék a betűben, és mondanám az igazságot, de olyan lelkülettel, hogy rombolnék vele, meggyilkolnám az embertárs, megölném az embertársaimat vele. Miért? Azért, mert a hétköznapokban nem éltem meg, nem mentem ki az emberek közé, hogy a Krisztus szeretetével cselekedjem azt, amit ő is cselekedett. És egyre inkább elhidegülnék. És az én evangéliumom olyan volna, hogy aki azt hallja, megundorodna Isten országától. Nem, hogy megkívánná azt, mint ahogy Jézus mondta, hogy nem merejtethetik el a hegyen épített város. Úgy fényék a ti világosságotok a világban, hogy aki titeket lát, megkívánja Istennek a jelenlétét az ő életében. Nem tudna megtörténni ez, hogyha mi ezt nem élnénk meg, hogyha bezárnánk magunkat a Bibliába. Sokan a Bibliával a kezükben fognak elkározni. Ne felejtsük el, hogy a farizeusok így jártak.
Ők ismerték a Tórát, a törvényt, a profitákat, és mégis azt mondta, hogy meszel sírok, hogy a sátán a ti atyátok, nem Ábrahám, ezt mondta nekik Jézus. Miért? Az émet betűben, szavakban. Azt mondja, ez a nép a szájával tisztel engem, de a szíve távol van én tőlem, drága barátaim. Nagyon oda kell figyeljünk, mert könnyen belesünk ebbe a csapdába, és a betűvel legyilkoljuk egymást. Én amit még észreveszek, az, hogy itt írja, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöl, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mamonnak. Hogy én is azt éreztem, hogy hú, de szeretnék én teljes apostol lenni, teljesen hasonlítani a Krisztusira, de azért még a munkahelyhez is ragaszkodnék, még a pénzért is dolgoznék. Ez kettő kizárja a másikot, tehát fel kellett ismerjem, be kellett valljam, hogy ha én ragaszkodok teljesen a Krisztushoz, de a munkahelyemhez is, a pénzhez is, akkor a kettő nem fog együtt működni. Mert a lélek megvan azáltal is kötözve, hogy én a pénzért kell dolgozzak. És igen, ebből is tehát nincs teljes bizalmat abban, hogy az Úristen eltart téged, hogyha te az ő igazságában jársz. Nem tudjuk megtapasztalni az ő gondviselését, kegyelmét. És ebből is kialakulhat egy ilyen belső békétlenség, meg savanyodás, szomorúság. Ezt vettem én észre. Így van. De miért akar az ember pénzét dolgozni folyton, és miért akar még, tehát fokozottan, tehát hogy többet is többet dolgozik a pénzik. Nem azt látjuk, hogy az Isten hívők életében ez megfordul, hogy kevesebb és kevesebb időt fordítanak a mammonra, ugye, a pénzszerzésre, és több és több időt fordítanak az Isten országára. Tehát nem ezt látjuk, hogy az életük egyszerűbbé válik, hanem azt, hogy komplikáltabbá válik. Tehát tele vannak függőségekkel, szenvedélyekkel, szenvedélybetegségekkel, a pénztől függnek, a biztosításoktól függnek, mindentől függnek, csak éppen Istentől nem. És amikor megmutatjuk azt, hogy Jézus ezt mondta, akkor még mi vagyunk a hunyók, hogy miért mondunk ilyent. Amikor ő ezt mondta saját szájával, sok helyen mondta, hogy nem dolgozhatunk két úrnak egyszerre. És mi sosem mondtuk azt, hogy akkor most hagyd ott a munkahelyedet, ne dolgozzál pénzét, hanem azt mondtuk, hogy kövesd Jézust, ismerd meg őt, engedd, hogy a Szentlélek elvezessen minden igazságra. Egy kevésbé világi munkahelyre, aztán még kevésbé világi munkahelyre, és utána aztán megszenteljen teljesen, és kivegyen a világból, vagyis megtartson a világban, de meg elszakítson a világ szellemétől, hogy teljes mértékben Istennek dolgozzál, mert Jézus azt mondta, hogy az ég madarai nem vetnek, nem maradnak, a mező liliomai, és mégis megvan mindenük. Nem sokkal inkább eltartana bennünket a mennyek ura, mi kicsiny hitűek, ő ezt mondta. És amikor ilyenről beszélgetünk, akkor mindenki tényleg fel van háborodva, és mi vagyunk a gonoszok, hogy miért mertük kimondani azt, amire Jézus több ízben felhívta a figyelmünket. És mi vagyunk megvádolva. Persze nem panaszkép mondjuk ezt, drága hallgatók, nem panaszkép mondjuk ezt, mert Jézus megmondta, ez meg fog történni, hogy az emberek az ő nevében hirdetik a mammont nagyon sok helyen. És azokat, akik próbálják szó szerint venni és odaadni az életüket a teljes mértékben, az idejüket és az életük erejét neki, hogy ő rendelkezzen vele, azokat megvetik. Kizárják a gyülekezetekből, mint ahogy történik nap, mint nap. És ők ugye, még ők a sátának a világ fiai, hát ne feledjük el, hogy Jézust is leördögözték. Hogyha én rátapintottam erre a dologra emberek életében, mert ez az én életemben is jelen volt, úgyhogy elég, hogy örökké csak az én életemből példázódok, akkor én csak arra biztatom azokat az embereket, akik belesavanyodtak a betűbe, hogy merjenek, legyen mustármagnyi hitük, merjenek több időt szánni a gyakorlati életben,
a hétköznapi életekben a legegyszerűbb evangélium hirdetésére, ahol majd fogják tapasztalni könnyek között az Isten dicsőségét, az Isten dicsőségét, az ő munkáját, és azáltal újra vissza eshetnek abba az első szeretetbe, amire Jézus felhívja a figyelmünket. És egyre több fog kelleni majd ebből, és egyre kevesebb majd a másikból. Teljesen biztos. Tehát azt mondja, hogy a ma vigasztaló Szentlélek, ő eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Tehát megtanít mindenre, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket én mondottam néktek. Azt mondja, hogy nem ismétlése, hogy folyton ugyanazt elolvasom, folyton böngészem, és végig már akkora kukkerrel nézem az írást, hogy és igen, ez a hatalmas tudással és a gyakorlati tapasztalás, megélés hiányában egy ilyen teológiai vitatkozásokba tudunk belefolyni, hogy én megmondjam a másiknak, hogy hát ezt nem így kell értelmezni, ezt nem úgy kell kiejteni, ezt a Héber másképp értelmezi, ahelyett, hogy tényleg elmennénk a betegekhez, a megkötözöttekhez, a szomjazókhoz, hogy elvigyük az örömüzenetet, hogy tapasztaljuk meg az Istennek a munkáját az életünkben és más életében is. És akkor ezek elmaradnának, hogy... Persze, nem volna idő erre. Tehát hogy van ideje valakinek folyton videót csinálni rólam? Egy buta gyarló emberül, mint én, amilyen vagyok, mert tényleg az vagyok. Én hiába, hogy Istenhez fordultam, megtértem, és megkaptam az ő kegyelmét, és megismertem az ő jelenlétét, vezető engemet, de még mindig tükör által homályosan látok. Tehát én is meg vagyok kísértve, gyarló ember vagyok. Tehát hogy van ideje valakinek arra, hogy folyton videót csinálja rólam, meg arról, amit én csinálok? Hát hogy van ideje erre valakinek? Úgy, hogy nem csinálja azt, amit Jézus mondott. Mert ha valaki azt csinálja, akkor már nincs idő arra, hogy folyton azt nézem, hogy másnak a szemében milyen szágák vannak. Hát mindannyiunk szemében vannak szágák, teljesen nyilvánvaló. Igen. De hogyha én folyton erre figyelek, akkor mikor fogom elvégezni azt, amivel megbizattam? És amivel megbizattam, az mi az? Az az én táplálékom. Az én eledelem az, hogy elvégezzem azt, amivel engem Krisztus megbízott. Akkor van nekem bizonyosságom. Akkor telek meg lélekkel, nem akkor, hogyha filozófálok folyton, és vitába szállok mindenkivel, mert azt mondta, hogy Szent Szellem, és nem az, hogy Szent Lélek, és azt mondta, hogy Jézus, nem az, hogy Jesua, és azt mondta, hogy Jehova, és nem az, hogy Jahua, vagy Jahve. Ez ilyen dolgokra aznak van ideje, aki nem szeretne engedelmeskedni a megváltónak, drága barátaim. Ezt muszáj kimondani. Mert amikor én azon vagyok, hogy engedelmeskedjek, megcselekedjem azt, amit ő mondott, nekem nincs időm erre, nem tudok ezzel foglalkozni, sőt, még arra sincsen időm sokszor, hogy meghalljam, hogy ki hogyan vélekedik az én munkásságomról, az én szolgálatomról. Nincs idő még arra sem, mert el vagyok foglalva azzal, hogy megcselekedjem azt, amit ő mondott, mert abban van az én örömöm, azáltal telek meg én lélekkel, nem azáltal, hogy folyton betűzgetek és kiosztom, hogy az észt folyton, hogy ki miért csinálja, hogy csinálja rosszul. Csináltam ilyent is sajnos. De én is tévedtem. Be kell valljam, hogy tévedtem. És még úgy is tévedtem, amikor mit tudom én, tegyük fel Németh Sándorról, meg a pápáról beszéltem. Amit mondtam, az nem mondom, hogy nem igaz, de nem az az én dolgom. Felhívtam egy néhány embertársának a figyelmét, hogy ez van, de én kész lezártam a témát, többet nem foglalkozok vele. Mert nem azért, nem arra hívattam, hogy folyton elmondjam, hogy János bácsi mit csinál rosszul, és hogy a betűköt felcserélte, diszlexiás, hanem arra hívattam, hogy elvégezzem azt, amit folytassam azt a munkát, amit Jézus elkezdett. Óriási éhség van a világban, drága barátaim. Bizonyos emberek alig várják, hogy valaki megszólítsa őket, szeretetteljesen, öleléssel, elmondja az evangéliumot, bizonságot tegyen Krisztus feltámadásáról, az örök életről, alig várják. De mikor tudja az ember ezt megcsinálni, megcselekedni, hogyha folyton azzal van elfoglalva, hogy kinek milyen szálkaló ki a szeméből? És Jézus tökéletesen megmutatta ennek a
folyamatát, tehát ő se számítógépen, egy szobába hirdette az evangéliumot embereknek, hogy olyan embereknek, akiket személyesen nem találkozott sosem. Tényleg csak bátorítani tudok mindenkit, hogy merjék a személyes találkozásokat előnybe helyezni az életükben, mert az egyszerre két embernek is építő, magának aznak az embernek, aki szolgál, és így annak van. Is, aki felé szolgál. Mert ez a laptop előtt üldökélés, nem azt mondom, hogy el kell hanyagolni, mert biztos ott is sok ember, ott azon keresztül is sok ember eljut az igazsághoz. De annak az embernek, aki csak ott ül a gép előtt, az igazsághoz nem jut, bocsánat, így közbeszóltam most, ilyen farizeusi módon közbeszólok, azt mondom, hogy nem jut az igazsághoz senki sem az én videóim által, a mi videóink által. Ő tudomást szerez az igazságról, hall róla, de hogyha nem fogja megcselekedni, mint a Jézus is mondja, nem fogja megismerni. Nem így lesz van. Az ő lelke megelevenítve, drága barátaim. Nem fog az ő élete új szájra kelni, mint a saskesejük, ugye, ahogy mondja Ézsajás. Nem fog ez megtörténni. Igen. Csak akkor, hogyha az ember, mert Isten arra adja az ő lelkét, ez is az írásból van, ugye a Bibliából van, hogy az Isten arra adja az ő lelkét, amit adta Jézusnak is, hogy szolgáljunk vele. Ne folyton kötekedjünk és köpködjünk, mint az ég, a viperák. Hogy a másik, hogy milyen kiforgatta, mert én nem úgy értette, hát persze nem mindig be lehet kötni mindenkibe. Hát Jézusba is belekötöttek, és mindenkibe belekötnek. Kiforgatják a szavainkat, és bebizonyítsák azt, hogy ördögi emberek vagyunk. Hogy a sátának dolgozunk. Ó, Istenem, tényleg könyörű rajtunk, csak ezt tudom mondani ilyenkor. Mint ahogy volt, hogy az a vita, tehát hallottam erről, hogy valaki neheztelt azért, hogy valaki, valamelyikünk megemlítette ezt a Toldi Évát és a húgát, akik tényleg csináltak ilyen bátorító videókat, mint ahogy mondta Jézus, idézve a prófétát, Jóel prófétát, hogy tényleg az történik az utolsó időkben, nagyon sok fiatal gyermek, lányok, fiúcskák profétálnak, látásokat látnak, ugye ők még tisztábbak. Ez a két gyermek hívő családba született, és tényleg kapnak látásokat, proféciákat. De ez történik világszerte. Angliában is történik, Amerikában is, mindenhol történik, Kanadában, hogy a gyerkőcök látásokat látnak, és azt megosszák, és azzal is hívják az embereket a Krisztushoz, hogy megismerjék őt. És akkor valaki ugye ott kielemezte, hogy hú, az a nő is ugye hát egy sátántól való, mert mit tudom, milyen hazugságokat terjeszt, meg mit tudom én mi. Tényleg azért durva, tényleg Isten könyörüljön rajtad, aki ezt gondolod, könyörüljön rajtad az Úristen, és az ő megelevenítő lelke látogasson meg téged még ma, hogy meglásd, hogy milyen nagy hibába be lehet esni az ilyen elhamarkodott kijelentések által, az ilyen bibliai idézetekkel való dobigálás által. Nem azt mondom, hogy ez a Toldi Éva mindent jól mond, olyan dolgot is mond, amiről egyértelműen tudom, hogy helytelen. Helytelen, mert helytelen. De viszont ugye beleesünk könnyen abba a hibába, hogyha valamit rosszul fogalmaz, vagy hogyha valamit úgy mond, hogy nekem az nem tetszik, abban a helyben ráhúzom, jaj, az biztos az ördögtől való. Óriási veszély, drága barátaim, ugye elni kell az ilyen dolgokkal. Kiöntjük a mosdóvízzel a gyermeket, kidobjuk. Ugyelni kell. És ha tényleg olyan embereket követtek, akik tényleg folyton a számítógép előtt vannak, és személyesen sosem találkozhatok velük, vele, nem ismeritek őt, az ő életét, hogy mi az ő élete, a nyomorúsága, az öröme, a szenvedélye, meg mindene, akit nem ismertek úgy személyesen, jobb az olyat nem követni. Amúgy is nem kell követni senkit. Jézus azt mondta, hogy utána menjünk, ő a jó pásztor. Az, hogy segítünk egymásnak, nekem is segítenek, a kedves barátaim, az egy dolog, az teljesen helyes. De az, hogy egymást zsaroljuk lelkileg, tehát ilyen lelki terror folyik a Biblia nevében,
És ezzel találkozok én nap, mint nap, úgy Magyarországon, mint külföldön. Ugye az angol világban az emberek lelki terrort gyakorolnak embertársaikon, a Bibliát felhasználva, és olyan emberek, akiket az égatta világon jóformán senki nem ismer, nem látták szemtől szemben, nem találkoztak, nem ölelkeztek össze, nem fogták meg egymás kezét. Ilyen emberek vezetik a sokakat ugye azébe, megfélemlítéssel. A Biblia, Jézus és Isten nevében megfélemlítik az embereket, ilyen lelki frusztrációban, terrorban tartják őket. Találkoztam a gyümölcseivel, nagyon elszomorító. És tényleg az Úristen kegyelmezzen rajtuk, tényleg. Irgalmazzon nekik, hogy ettől megszabaduljanak, mert óriási terhet vállalnak fel magukra, amelyet nem Istentől kaptak, hanem ők ezt felvállalták, mert azt gondolták, hogy a bicepszükből ők majd meg fogják védeni néhány embert a kározattól, nem így működik. Aki elhívta, meg is igazítja az összest. Drága barátaim, a betű megöl, a lélek megelevenít. A betű szükséges, nem elégséges. Sokszor beszéltünk már erről. Mi is olvassuk a betűt, használjuk azt. Hálásak vagyunk Károly Gáspárért, hogy lefordította, kockáztatta az életét, hogy lefordítja a Bibliát, hogy legyen a magyar embernek Bibliája, dacolt a vatikáni hatalommal. És örülünk, hogy olvashatjuk, megerősödünk általa, bizonságot nyerünk általa, mi is megtenünk lélekkel általa. De a sátán is a Bibliával, ugye a Tórával, az Ószövetséggel kísérte Jézus, nem szabad ezt elfelejteni. A Bibliával lehet gyilkolni, és nagyon sokan gyilkolnak a Bibliával, drága barátaim. Olyan személyek, akikkel jóformán, élőben sosem találkoztatok, és mindig bujkálnak, mindig el vannak tűnve, el vannak bujva. Csak így virtuálisan ugye vannak is, meg nem is, mint ahogy írja a Jelenések könyve. Filtű szeretettel mondom, amit mondok, hogy a betű tényleg képes megölni, a Biblia betűje is, az Új Szövetség, nem csak az Ószövetség, az Új Szövetség betűje is képes megölni az embert, ha nem gyakorolja, nem cselekszi. Ezt Jézus maga mondja, nem Bodó Attila, én csak elmondom azt, amit ő elmondott. Érdemes odafigyelni, mert kár minden egyes lélekért, aki ugye beleesik ebbe a csapdába. Nagyon tetszett ez, amit mondtál Edikával, a süket némával. Nagyon egyszerű bizonyosság tényleg. És azt sem szabad figyelmen kívül adjuk, hogy Jézus a Jelenések könyvében a Krisztusnak a bizonságtevőiről beszél, nem a Krisztus professzorairól, nem a Krisztus tanítóiról. Azt mondta, csak egy tanító van, ő a tanító. Mit akartok? Ő a tanító, a Szentlélek ott van. Mindenkinek van lehetőség, olvassa a Bibliát, és összejöjjenek testvéri találkozásokra, összejövetelekre, egymást megerősítsék, de ne legyen közöttetek hatalmaskodás, egymást ne zsaroljátok lelkileg, ne terrorizáljátok egymást a Biblia nevében. Ne furcsátok el a lelket, hanem inkább bátorítsátok egymást, hogy mindenki profétáljon, hogy a Pál agy mondja. Egy ember folyton megmondja a tutit. Milyen dolog ez? És még azt mondjuk, hogy kijöttünk Babilonból. Hogy jöttünk valaki Babilonból, amikor folyton még ott vagy, uralkodni akarsz, hatalmaskodni mások fölött? És lelkileg zsarolod őket a Bibliával. Hogy jöttél volna ki Babilonból? Hogy jöttem volna ki Babilonból, ha én ilyen teszek? Nem jöttem ki egyáltalán, ha ilyen cselekszem. Hogy történt a való süket némával, Erika? Történet. Hát a tegnap bicikliztem ki az erdőben, nálunk Erdélybe jó sok a medve. És bicikliztem ki az erdőbe, és találkoztam egy süket némával, aki ugyancsak biciklizett ott az úton. És köszöntem neki, de mutatta, hogy nem beszél, és nem hall. Aztán mutogattunk egymásnak, úgy beszélgettünk egy darabig, és mikor leszálltunk a forrásnál, és aztán ott elbúcsúztunk, mondta, hogy jó sok a medve, nem félsz? És mondom, hogy nem félek, vagyis mutattam, mondom, nem félek, úgy reszkedtem, mert kitártam a két kezemet, mondom, hogy van egy Istenem, aki vigyáz rá, és ugye a szemünkben láttuk, hogy kicsit megkönnyezett a szemünk, ő is tudta,
ő is felemelte a kezét, és megértette, Isten él, ő az élő lélek. Megértette, mit mutogattam, és tényleg csodálatos volt. Ez egy rövid bizonyság volt, hogy él az Isten, bízok én az Úrban. Süket némának is bizonyságot lehet tenni Istennek az erejével, Istennek a lelkével. És nem szavakban, hanem én tényleg szívből mutogattam neki. Ott a nem durgált meg, hogy azt mondta, hogy Szent Szellem is, nem az, hogy Szentlélek, vagy pedig fordító. Nem volt teológiai vitami. Nem, mert amúgy is román, ő román, románul tanították őt írni, és mutogatni. Vagyis a mutogatás az egyforma mindenkinek, ugye nagyjából. Uh-huh. De Emilnek hívják, úgyhogy ha szájról tudott volna is olvasni, úgyis úgy értette volna, mert én magyarul, ő meg románul értelmezi a dolgokat. De tényleg annyi bizonyság van, tényleg, hogy úgy igazából tényleg egyre inkább arra van szükség, hogy arról tegyünk bizonyságot, hogy az élő Isten mit cselekszik közöttünk, hogy megmutassuk az embertársainknak, hogy ez van, ez történik, és ez nem a mi erőnkből van, nem a mi tudományunkból, nem a mi betűinkből, hogy milyen ékesen és milyen szépen szóltunk, hanem az élő lélek közöttünk jár, és megelevenít szépen mindenkit. Itt egy barátunk azt írja, hogy ez ma történt vele, ugye, hogy beszélt egy úriemberrel az Atya szeretetéről és a Szent Fia áldozatáról, hogy ő él, Isten él, és az emberi szívekbe kellő éljen, ugye be kell menjen oda, be kell oda kerüljön. És abba a helyben sírni kezdett. Miért? Mert az én barátom olyan szépen beszél? Nem beszél olyan szépen egyáltalán. Nem beszél a nékes szavakkal, mint Pál, vagy mit tudom, egy írástudó, hanem egyszerűen, mint gyermek, bizonságot tett az élő Istenről és Krisztusról. És a másik sírni kezdett, könnyezni kezdett. Miért történt ez? Azért, mert ő minden pontosan fogalmazott? Nem azért. Hanem azért, mint gyermek, bizonságot tett az élő Istenről. És azt mondtam még neki viccből, hogy te, azt mondja, mondom neki, sírunk együtt, tesó, hogy ne legyen ciki. Azt mondja, igen, azt mondja, hogy tudom is, meg vagyok győződve arról, hogy az ilyenekért rajong Jézus, a megtört szívűekért. Felírtam neki a térdeplős receptet, amit én is kaptam. Hát igen, ilyenek történnek tényleg, nap mint nap. Süket némának is lehet evangelizálni, drága barátaim. És nem betűkkel, és nem úgy, hogy a Bibliával fejbe verjük addig, amíg még mozogott a földön, aztán még meg is tapossuk. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint az engő érc, vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom is minden vagyonomat, és testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. Szeretet hosszú tűrő, jóságos, a szeretet nem irigykedik, szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha nem fogy el. De legyenek bár profétálások eltörültetnek, vagy akár nyelveken szólás megszűnik, vagy akár ismeret eltörültetik. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, a töredékes eltörültetik. Úgyhogy a tudásunk az így is úgy is töredékes, amíg itt a Földön élünk. Úgyhogy a tutit, hogyha bárkinek meg akarom mondani, nézzem meg, hogy a szeretet ott van-e, hogy az építő tud-e lenni. Mert ha nincs ott, akkor nincs is mit szólni. Ki kell jönni a betonfalak mögül, mert itt ez a lehetőség már nem sokáig
adatik meg számunkra, hogy az interneten, a Facebookon vagy a YouTube-on evangelizáljunk. Ez egy lehetőség, ezzel is élünk, de nem csak ezzel, hanem főképp azzal, hogy élőben meglátogatjuk a rászorulókat, a betegeket, a vakokat, a süketeket, a halottakat, és megmutatjuk nekik Isten országát, mint ahogy az apostolok tették Jézussal. Tehát muszáj kijöjjünk a betonfalak mögül, közül, és élőben kell csináljuk, mert ott van a dicsőség. Ott Isten megmutatja konkrétan az ő jelenlétét. És aki azt hiszi, hogy a betonfalak mögött a technika segedelmével majd végig evangelizál az egész világot, és hirtelen mindenki Istennek a karébe dobja magát, az téved, az becsapja magát, teljesen biztos. Azt mondja, hogy az Úr meglökött, hogy beszéljek az újjászületésemről egy olyan embernek, akit 20 éve ismerek, és nagyon csúnyán beszél. Itt a szavaim könnyezett, és égett a vágytól, hogy olvassa a Bibliát. Azt mondja, úgy mondtam, de cséphadarú, ömlött belőlem a lélek. Nem tudtam, hogy ilyen bibliai ismeretem van. Dicsőség Jézus Krisztusnak. Egyszerű bizonyságok, amik történnek, és dicsekszünk ezzel, de úgy, ahogy Pál is mondta, hogyha dicsekszünk, akkor Istenben dicsekszünk, Krisztusban dicsekszünk, az ő irgalmával, az ő kegyelmével, az ő szeretetével. Tényleg én annyira remélem, hogy valaki megértette, és érezte, hogy nem rossz szándékkal mondjuk, amit mondunk. Persze, nem neheztelek én arra, aki engemet támad, mert mondom, ez ilyen történt már régebb is, és ma is, tehát minket támad elnézést, mert most már nem csak az én személyemről van szó, hanem akikkel úgy mondani, hogy beszélgetünk, videókat készítünk. Ez megmondatot, ez fog történni, nem ezzel van a baj, mert kell legyenek próbatitelek, kell legyenek megbotránkozások. De azt mondta Jézus, hogy jaj, annak, aki által lesznek. Hogyha valakinek csak arra futja, hogy folyton valakit piszkáljon, akkor nagyon fennállnak a veszélye, hogy nem találkozott Krisztus kegyelmével, vagy ha találkozott is, megtagadta azt, és a saját útját választotta, saját módját, hogy hirdesse az evangéliumot. Egy lelkész azt mondta, hogy találkozott egy ember kivel, a Mózsi bácsival. És a Mózsi bácsi, miután hallotta az evangéliumot, ő is kellett mondja valami okosat. És azt mondja, tudja meg, lelkész úr, én is imádkozok a magam módján. És azt mondja, lelkész, hát én tudom, Mózsi, hogy maga imádkozik a maga módján. De egy dolgot ne felejtsen el. Üdvözülni csak Isten módján lehetséges. És aki tényleg nem cselekszi azt, amit Jézus mondott, nem fogja meglátni. Nem tudja, mert nem kapja meg a lelket. Folyton filozófálni fog, vitatkozni, dobálózni a betűkkel, és gyilkolni fog másokat a betűvel, a betűkkel, mert a betűk alkalmasak erre. Tudjuk jól. A farizeusok erre használták a betűket. Én is használtam erre a betűket. Én is elkövettem ezt a hibát. De az Úristen, irgalmas Isten mindenkinek megbocsát, és aki hozzáfordul, mindenkit megigazít. És nem csupán megigazít, hanem megelevenít az ő dicsőségére, hogy az ő szeretetének és az igazságának hordozója legyen, hogy aki őt látja a hétköznapokban is, megkívánja Isten országát, azt mondja, hogy te, ez nekem tetszik, hé. Ennek az embernek van vidám kedélye, ugye, van öröme, boldogan beszél Isten országáról, nem fél. Én is farizeusként közbeszólok. A lelket megkaphassuk, de el is folythassuk, meg is ölhessük, ki is oldhassuk. Ez a beszélgetés tényleg azért indult, hogy ha bárki ezt érzi, hogy ő már megkapta volt valamikor a lelket, és elfordult az első szerelemtől, az első szeretettől, és túlságosan a betű törvénye alá ment vissza, és ezáltal megakadályozta, hogy a lélek megelevenítse őt, csak arra biztassuk, hogy a térthajlós receptet fogadja meg.
menjen be a belső szobájába, imádkozzon, és hagyja, hogy a lélek vezesse őt is gyakorlatban, és ne csak a laptopon keresztül. Tiszta szívemből kívánom. Tényleg én is azt tudom mondani, én is ilyen laptopos vagyok, ez van, tehát nem is tagadom, de most, amit ugye tapasztaltunk Magyarországon is, tehát nem csak ott tapasztaltuk, ott is tapasztaltuk, hú, az felemelő érzés volt, és azt kívánom mindenkinek, hogy megtapasztalja. Mert tényleg ott éreztük, hogy a lélek megelevenít szó szerint, és Isten arra adja az ő kegyelmét, az ő erejét, hogy mi megérintsük egymást. Szemtől szemben, nem elbújva a technika mögé, hanem szemtől szembe elmondjuk az evangéliumot. Akár az utcán, akár a bevásárlóközpontban, akár valakinek a házába bemenvén. Igen, mert látod, te is, és én is, amíg túlságosan a betű rabjai voltunk, és a laptop rabjai, túlságosan csak elmélkedtünk, elmébe voltunk, egy elme életet éltünk, és mikor elmentünk beteg emberekhez, megkötözött emberekhez is, és a szemünk láttára újjászülte őt a Szentlélek, az Isten. Ahogy mondtad, hogy hát nem arra van szükség a betegnek, hogy egy kompót volt ugyan oda, holott neki pont akkor egy ölelésre volt szükséges, az milyen nagy szó volt még a többi mellett. Hogy tényleg, igen, az ember csak úgy ül egy szobába, akar jó nagyokat mondani, össze is jön neki, de azáltal tényleg eltávolodik a Krisztus valóságától, és ez is szükséges, hogy az ember gyakorlatban megcselekedjen, hogy ne szakadjunk el a gyakorlatiasságtól. Azaz. Szívatok, benned van, Levike. Ó, botlik a nyelven. Másképp nem dadogtál volna most. Jelenések könyve második fejezet. Az Efézus beli, amit Levik ezelőbb felolvasott. Tényleg zárásképp felolvasom, ez nagyon fontos. Az Efézus beli gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 arany gyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazgoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, térjél vissza, fordulj vissza. És az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartodat kimozítom a helyéről, ha meg nem térsz. Mindenki gondolkozzon el, aki úgy gondolja, hogy meg van vezetve egy ember által, akár általam, akár általunk, vagy más személyek által, nyugodtan kitelkedhet emberben, emberekben szabad kitelkedni, ez teljesen rendben van. Viszont az Isten él, Krisztusnak a testét megelevenítette, bárki fordulhat hozzá, imában kap kijelentéseket. A Szentlélek egy valós dolog, éjjel felkölt, sokszor tanít, álmunkban is tanít, nappal is tanít, a Bibliából is tanít. És akinek kétségei vannak emberekkel szemben, ne embereket kövessen. Tényleg az Úristenre kérem, minden kedves embertársamot, ne embereket kövessen, ne hagyja, hogy emberek manipulálják őt, ne hagyja, hogy emberek hatalmaskodjanak fölötte, ne hagyja, hogy lelkileg terrorizálják őt a Bibliával, vagy bármilyen más módszerrel, pszichológiai módszerrel, hanem forduljon Istenhez, forduljon személyesen Krisztushoz, mert ő kijelenti magát, ez teljesen biztos. Mi megtapasztaltuk ezt, arról teszünk bizonyságot, amit megéltünk, és megtapasztaltunk. És arról a szabadulásról, amit tőle kaptunk, nem pedig abból, hogy más embereket követtünk. Tehát, hogyha valami nem tiszta, nyugodtan lehet fordulni Istenhez. Ő azt mondta, hogy megvigasztal, bátorít, megdorgál, felemel. Tehát megad mindent nekünk. Ezt bárki megtapasztalhatja. Nélkülem is, nélkülünk is. Mi is csupán bizonságtevők vagyunk. Elmondjuk azt, amit megéltünk is, nap mint nap megélünk Istenben. Annak bizonságául, hogy Isten él, ő megelevenítő lélek, ugye? És
sokkal többről van szó, mint a betű, amely önmagában megöl bárkit. Sok ilyen személlyel találkoztam, nőkkel, férfiakkal, akik úgy belementek a Biblia ismeretébe, hogy hatalmas fejük volt, de nem mondok semmilyen jelzőt inkább. Hatalmas fejük volt, be voltak keményedve, és éreztük, hogy a lélek maximum csak hálni jár beléjük közbe-közbe. Múlnak ki a világból, betegednek meg, be vannak keményedve, meg vannak kérgesedve, mert a megelevenítő lélekkel nem találkoztak, vagy ha találkoztak is, nem maradtak vele. Ettől óvjon meg mindenkit az Úristen, és vezessen el minden igazságra, vezesse őt a szület ki valóság útján. Isten áldjon mindenkit, sziasztok! Isten áldjon!